Tovább forgácsolódik a kecskeméti gyurcsányista baloldal, már van Csora Istvánnak is elege lett. Nem csupán a szövetség a Híres Városért Egyesületből lép ki, hanem még a hármas számú egyéni választókerület önkormányzati képviselői jelöltségétől is visszalép. Rokkamianak jártak be Kecskemét utcáit, megállva a város ikonikus helyszínein. A tegnapi bemelegítő koncert után ma elstartolt a Kecskemét Rocks a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Újabb kondi parkot adtak át ma Kecskeméten, ezúttal a Széchenyi városban a Stádium utca Akadémia körút találkozásánál. A városrész lakóinak sporttalál segítő létesítmény eszközeinek helyes használatát személyedző mutatta be az érteklődőknek. Elismeréseket és kitüntetéseket adott át munkatársainak a Bács-Kiskunvár megyei Oktatókórház pénteken a 23. regionális ápolási konferencián. Az eseményen részt vett Szemerei Népataki Klaudia polgármester is, aki arról beszélt, emberileg mennyire fontos az ápolók munkája. Hankovszky Zsigmond, az egykor Hunyadi városban élő kertész, szőlő és gyümölcsnemesítő szakember születésének 160. évfordulójára emlékeztek ma egykori birtoka területén, a Természetházában.